Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora augusztus 16-án szerdán. Elkészítette a Vármegyei Agrárkamara az idei aratás eredményét. Erről is szó esik a mai műsorban, tartsanak velünk. Fejlesztések Márokpapiban. Elkészült az új községi piac a településen. Jó termés átlag, elkészült az idei aratás mérlege. Népszerű a régió, sok turistát vonzott idén a Vármegye. Elkészült az új községi piac Márokpapiban. A térség termelői méltó körülmények között kínálhatják terményeiket a település lakóinak. Nem csak ők, hanem a gyermekek is örülhetnek, hiszen a piaccal együtt új játszótér is épült a községben. Az átadón Hellebrand Enikő járt. Egy 641 lelkes településről beszélünk itt a Berekben, ami korábban két faluból állt, Márokból és Papiból. Így lett összevonva Márokpapi a település neve, egyik fele katolikus, másik fele református. A fejlesztés is két irányból valósul meg, egyrészt magyar falu, a fűnyíró traktor és a játszótér az magyar falu programból valósul meg, illetve vidékfejlesztési támogatásból úgynevezett VP-s pályázat az út, ami a Tarpára csatlakozó utat köti össze Márokpapi településsel. Annak a új útborkolatát sikerült megvalósítani ebből a VP-s támogatásból, illetve ahol most vagyunk, ez egy helyi termelői piacnak a kialakítása. A piac pályázati része az elég régen kezdődött az igazság, mert egy körbe sajnos a pályázat elvesztettük, de sikerült ismétlen életre keltenünk, és ezt ez év júniusában sikerült fizikálisan ebbe a körzetbe hozni. Ennek a beruházás összértéke 84 millió forint volt, amit a magyar állam biztosított pályázat keretén belül. Ez a településnek 4,7 millió forint erőrészt kell hozzátennie, de én úgy gondolom, hogy ez a létesítmény a maga nagyszerűségével, impozásságával megérdem ezt az önerőrészt, hogy ez Márokban így megvalósult. Most rajtunk a tovább lépés sorsa, ugye, hogy ezt a szép impozás épületet tartalmas is megtöltsük. Hogy lényegében a piacnak a mikéntjét, az piacként tudjuk a továbbiakban funkcionáltatni, és ugye ide csalogassuk majd az elástó vendégeket. A Nemzeti Művési Intézet keretén belül kerülnek meghirdetésre különböző szakkörök, és erre a könyvtár dolgozunk, az Idás Veres Mónika pályázott sikerrel, és ezen a képzésen résztvevő Márokpapiak és csaladai felnőttek, gyerekek vettek ezek a szakkörökön részt. Ennek két ágmense volt, egyik a kosárfonása, más pedig a bútorfestés, és ezek a elkészült remek művek kerültek most a mai nap folyamányt kiállításra, a nagy közösség számára megtekintésre. Tisztelt lakosság! Második alkalommal kaptunk lehetőséget a Nemzeti Művelődési Intézettől arra, hogy itt a faluban és a településen szakköröket működtessünk. Az előző egy gyöngyfűző szakkör volt a tavalyi évben. Ez, hát 2022. november elejétől pedig a vesszőfonó és a bútorfestő szakköröket kezdtük el a faluban, és így kétszer öt ember tudja ezeknek a szakköröknek élvezni minden velejáró jó dolgát. Igazából a legfontosabb az, hogy közösséget próbálunk alkotni a faluban. Nagyon nehéz, kis település vagyunk, az emberek egy picikét még befelé fordulóak, nem annyira nyitottak. Ezen dolgozom, hogy próbáljunk egy jó közösséget alkotni, és most úgy érzem, hogy nagyon sikerült. Itt ugye nem csak kosarakat, képeket láthatunk, hanem a közösség erejét is, hogy mindent meg tudunk ezáltal valósítani. Van helyi termelőnk, aki tejterméket állít elő, kis manufaktás volt üzemben az igazság, és erre lenne lehetőség. Korábban volt az önkormányzatnak is egy futó közmunkaprograma, sajnos ebben az évben már nem kaptunk hozzá lehetőséget, ahol mi is termeltünk különböző zöldségféléket. Arra szántuk ezt a piacot, és ugye, hogy ezeket a helyben megtermelt árakat akkor itt a piacon tudjuk használni. Bízunk benne, hogy a magyar kormány jogoltában jövő, és ez a program újra tudjuk indítani, mert a fólia sátraink megvannak hozzá, csak meg kell ismét tölteni tartalommal. Egyszer egy 14 árus tud
áruban megjelenni és kipakolni, az igazság paraméteri olyan, hogy van egy raktár részlegünk, az igazság, amiben árut lehet tárolni, és van egy vizes blokk része, ahol meg mozgásolatok, ezt mindenki igénybe tudja venni. Amúgy én úgy gondolom, hogy az épület fő paraméterei az 10 méter szer 18,5 méter, ami ma a korszaknak megfelelő, az igazság is napkorrektor is került elismerésre, elhelyezésre, ami az elektroszolgáltatást is tudjuk majd a későbbiek folyamán pótolni. Nem csak az új községi piacot adták át pénteken hivatalosan is a lakosságnak, más beruházások is a végénhez értek. A külterületi utak közül például a Tarpa felé vezető kapott új aszfaltburkolatot. A Magyar Vidékfejlesztési Pályázat keretén belül valósult meg. Ennek a hossza 1920 méter. Sajnos ennek van egy kis rosszabb ománya is, mert ugye van egy, ennek a bekötőnek egy belső része, a Balcsi-Zsilinszky út, amit nem tudtunk abszolválni, de a Magyar Közútkezelő részéről 2022-ben kaptunk egy ígéretet, 23-ban megerősítették ugyanezt, hogy a 23-as fejlesztési tervekbe rakták, és ez a 298 méternyi szakasz is megújulásra kerülne. A külső úttest rész, ami ugye az önkormányzat tulajdonában van, ez 1970-ben épült, és sajnos mostanára nagyon, de nagyon elromlott az igazsága. A 70-es árvízkor ugye ezt az utat elég nagy kocsikkal megterhelték, ugye a különböző kőszállításokkal a Kárpát aljáról, mert itt volt a nevet Páskom legelőn depózva a kőmennyiség, és innen jöttek tovább, az igazság. Sőt, ha tovább megyek, ugye, ami megint már viszonylag régen volt, a 2001-es úgymond tiszai árvíz, akkor meg ugye Tarpán volt, a Huszti Farm telepen volt letéve a betonkerőüzeme a kivitelező cégnek, és ugye az összes mixerbeton ezen a kis útszakaszon került át, nem csak már a Csalodára, Tákosra, Gerénes, Vámos, Atyás, Barabás irányába is, és nagyon sok építő anyag úgy szintén, és akkor ez sajnos ennek a dugnak megint nem igazán használt, de mondhatom azt, hogy 53 év után, és az én pályafutásom 13 éve után sikerült elérni odáig, hogy tudjuk ezt ebből a minőségbe a lakosság részre átadni. Ami megújult, és nagyon örülünk neki, mert egy elég fontos útszakasz a település illető, mert közigazgatásra a második ciklusban már Tarpa nagyközség a környezőség székhelye, és ugye emiatt mi velük vagyunk igazán kapcsolatban. Ebéleten ott szállítunk, és minden kapcsolat Tarpához köt. A játszóterünk az tavaly össze valósult meg, az durván egy nem egészen 5 millió forintos beruházás volt. Azóta sikerült parkosítanunk, és a gyerekek már tavaszban igénybe is vették és használják. Sajnos elmondhatom azt, szomorú tényás, hogy már sem óvodánk, sem iskolánk nincsen. A gyerekeink csalódájának óvodába, és úgy szintén az iskolások csalódájának iskolába is, az igazság. De elmondom azt, hogy 47 gyerekkel bírunk, és ugye ők ezt nagyon jó kihasználják, és veszik is igénybe, az igazság, szabad őkben, amikor tehetik. Ez a kommunális eszköz beszerzés egy 6.240.000 fontos beszerzés volt. Ez egy ráülős fű traktort fed maga mögött, amire ugye, mivel viszonylag kis település vagyunk ugyan, de elég sok és nagy zöld felettel rendelkezünk, amit már nem igazán tudtunk damilla kezelni, és emiatt volt szükség erre a ráülős fényíró traktor beszerzésére, hogy minél hamarabb és minél jobb kivitele tudjuk a zöld felületet rendbe tartani. A település életében mondhatnám azt, hogy egy jó évet zárunk címszóval, de ez most tényleg a pályázatok miatt abszolút így, hogy ez így most egymásra tornyosult, egymásra csütött a kivitele munka és az átadás is. Hát az, hogy ezek a létesítmények megvalósultak és az eszköz beszerzésre került, az igazság, ez nem azt jelenti, hogy itt megállunk, hanem szeretnénk ugyanúgy tovább pályázni a Magyar Falu program keretén belül, mert a kis települések részére ez az igazi pályázati formáció,
amivel tudunk élni. Mindig óriási tülekedés van, egyrészt a vidékfejlesztési program pályázataiért, másrészt pedig a Magyar Falu programért. Ugye most nehéz a helyzet, hiszen a Magyar Falu programos támogatása az egy az egyben magyar költségvetési forrásból valósult meg, és nyilván a elhibázott brüsszeli szankciók következtében az ország gazdasági adottságához igazodik az idei Magyar Falu keret, tehát most mindössze egy pályázat lett meghirdetve, az is útfejlesztéssel kapcsolatos, és tudomásom szerint például erre a 88 településből a 86 település mindegyike pályázatot fog beadni, és hát valójában biztos, hogy keveset nyerhetnek, de ez bőven jelzi azt, hogy igen, nagy igény van arra, hogy a Magyar Falus programból a kis települések olyan fejlesztést valósítsanak meg, amire egyébként más Európai Uniós forrásból nincs lehetőségük. Elkészült az idei aratás értékelése és összesítése, amelyet a Vármegyei Agrárkamara szakemberei végeztek el. Milyen volt az idei termés? Vendégem Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vármegyei elnöke. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok, és köszöntöm a nézőket. Az Agrárminisztérium elküldte az országos adatokat, ebből én azt olvasom, hogy például őszi árpa tekintetében 5,5 tonna hektáronként a termés átlag, búzánál 5,6 tonna, tavaszi árpánál 4,4 tonna, tritikálénál 4,7 tonna, rozsnál pedig 3,3 tonna. Most csak néhány adatot soroltam föl. A vármegye hogyan szerepelt az országos átlaghoz képest? Jobban, rosszabbul? Igen, nagyon örülnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdák, mert az országos átlagot mi mindenhol meghaladtunk. Nem vagyunk egy ilyen búzatermő környék, össze se hasonlítjuk a területeinket, például Hajdú megyével, de az átlagunk a 21-es volt számunkra eddig a csúcs, és a 21-es évet a tavaszi árpák kivételével az körülbelül annyi lett, mint ami akkor volt, mind meghaladja, és hogy 6,3 legyen a megyei átlag búzából, ilyen még soha nem volt a mi megyénkben, és ilyen rekordok születtek, illetve a tritikáléból 5,6 hektár megyei átlagba, ezt azt kell, hogy mondjam, hogy 7 tonnás, vagy 7,5 tonnás hektáronkéntinek is kellett egy-egy település vagy járásban lenni. Gondolok itt Témár környékén, ahol arattak 9 tonnától magasabb hektáronkénti búzákat, úgyhogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye most ebbe az aratás után, így tegnap volt nekünk a betakarítási bizottságnak az utolsó ülése, és nagy örömmel nyugtáztuk, hogy a megyei vagy országos átlagot szinte mindenben meghaladtuk, és vannak, amiben még a 21-es átlagokat is, amit eddig jegyezértünk legjobbnak, azt is meghaladtuk. És akkor egy kicsit tovább mentünk a várhatóan a napraforgó és a kukoricára, és nagy örömmel nyugtáztuk szinte minden járásról, hogy mindenhol várhatóan a 21-es évi csúcstermést meg fogjuk közelíteni, illetve meg fogjuk haladni. Ilyen napraforgókat és kukoricákat a mi megyénkben még nem lehetett látni, mint most, hogy szinte a szélső sorokon 2 csövek vannak, 3 méteres szárral, a szemek megkapták a csapadékot, jó volt a bepózás, szóval az időjárás most úgy volt, mintha mi beavatkozhatunk volna, és mindig akkor esett, amikor mi szerettük volna. Találkoztunk néhány hét a Gyulatanyán egy konferencián, és ott azt mondta, hogy ilyenkor a gazdák örülnek annak, hogyha a gabona aratása megakad, mert esik az eső, mert az jó kukoricának is. Csak az időjárás volt az, ami kedvezőbb volt sokkal, mint mondjuk tavaly. Hát mondhatnám, hogy az időjárás, mert a kalászosból már a tavalyi ősz, ez a háborús helyzet rányomta a bélyegét, illetve a tavalyi aszályos időszak, az input anyagok 41 ezer forint volt a műtrágya, és egész ősszel már azt hangsúlyozgattuk a gazdák irányába, hogy egy költségtakarékos tervezést végezzenek el, mert nem tudjuk, hogy fognak alakulni az árak, illetve 41 ezer forintos műtrágyából ne szórjuk ezt ellenül, mert azt vagy tudjuk majd érvényesíteni, vagy nem. Sajnos nem szórtuk, és minőségi kifogások lettek és jelentkeztek ez a tápanyag utánpótlás. Egy kicsit csekélyre sikeredett, túl óvatosok voltunk, úgyhogy csak a csapadéknak köszönhessük ezeket a terméseket. De a
árakban nem tudjuk érvényesíteni. Hiába beszélgetünk most a kalászosoknál egy rekordtermésről, mindenki azzal küzd, hogy a nulla környékére hogy tudná kihozni, illetve a napraforgó és a kukorica esetében pedig még ilyen raktározási gondok is keletkezhetnek, ugye a közepestű jobb termést várunk, és ezek az ukrán gabonák, amik beérkeztek a tavaly év második felébe, azok nem hagyták még el az országot, Isten igazából sok raktár nem ürült ki, és nem tudjuk, hogy hova lesznek ezek elhelyezve, és nincs is kereslet akár a gabonafélékre se, illetve a kukoricát is olyan nyomott áron lehet értékesíteni, ilyen 6000 pár száz forintot kínálnak, ha kínálnak. Most ha az új kukorica is csak itt a 6000 forint körül jelentkezik rá éppen értékesítési lehetőség, és akkor itt a megnövekedett villany és gázáról, amivel leszárítjuk, és ez az esős csapadékos idő magába hordozta, az előbb már említettük, hogy 3 méteres szár, a nedvességet elég nehezen fogja lefelé jönni, és ha egy 24-es kukoricát akarunk leszárítani, 13,5-re olyan energia költsége lesz, hogy a 6000 forintnak fele el fog menni ott a szolgáltatást végző cégek részére, és akkor hát ki sem merem mondani, hogy itt egy 3000 forintot alig meghaladó tiszta pénz maradhat hektáron, vagy mázsánként a kukoricán. Tehát hiába jó a termés, a gazdák nem annyira örülnek. Nem. Az árak miatt. Az árak miatt, igen. Gondolom, hogy az is befolyásolja az árakat, hogy nem csak Magyarországon, hanem gondolom a környéken is jó termés volt. Tehát más országok is terítenék a világpiacot a saját terményeikkel. Gondolok itt Oroszországra is. Ukrajna nem tudom, hogy milyen helyzetben van jelenleg, de akár Szerbiára is. Tehát sok helyen jó termés volt. Meg az a baj, hogy ebből az olcsónak tűnő ukrán gabonafélévű kukoricából azok az európai országok, Olaszország főleg, aki tőlünk vásárolt, az feltöltötte a raktárait olyan mennyiségben, hogy nem is kíván most venni, nincs szüksége. Itt a mi belső fogyasztásunk, itt is az állattartók bevásároltak magunknak, úgyhogy nincs is olyan, akinek kínálhatnánk, és akkor a kitekintés pedig ugyanilyen. A környező országban ilyen jó időjárás volt, van, ahol szárazságok voltak, látjuk itt erdőtüzek, meg ehhez hasonló, illetve van, amit a víz elmosott, de ezek az országok egyébként se vásároltak tőlünk vagy Európából mondjuk ilyen gabonaféléket. És arra sincs most jelenleg lehetőség, hogy ezt a jó termést betárolják, esetleg jövő évben értékesítsék, mert hogy nincs szabad kapacitás a raktárakra. Igen, attól félünk nagyon, hogyha nem indul meg ezeknek az ukrán áruknak a kiszállítása, akkor ilyen tárolási kapacitási gondok keletkezhetnek, és egy kicsit elkényelmesedtek, főleg a kisgazdálkodók, mert ők kerültek most a nagyobb veszélyben, mert ők megszokták azt, egy ilyen 100 hektár alatti területekre gondolok, akiknek nem éri meg egy önállóan egy raktárat építeni, hogy mindig ősszel értékesítettek. Még egy kicsit pozitívum is volt már benne, mert a felvásárlók, kereskedők már megengedték, hogy tárolták, és hogy nem kellett pont a betakarítási időszakban eladni, hanem amikor ő úgy döntött, akár januárban is, addig ott volt az ő raktárjában. De most nyilván, amikor ilyen szűkös helyzet van, vagy éppen ukrán gabona van a raktárban, akkor nem tud vele mit kezdeni, és a kis termelőiké fog ott maradni, hogy nem tud vele mit kezdeni. Még annyit, hogy Nagy István agrárminiszter bármikor a megyében jár, akkor mindig elmondja, hogy a kormány akarja valahogy az ukrán gabonától mentesíteni ezt a vármegyét is, meg a magtárakat is, de valahogy még mindig mi kell ahhoz, hogy kiürüljenek ezek a magtárak? Hát az a baj, hogy nagyon fogy az idő, lenne ötlet, hogy mi kellene, de most jutottunk el addig, hogy kidolgozás alatt áll az a terv, amivel ezt a 6 milliárddal segíteni kívánják itt azokat a gazdálkodókat, akik olyan helyzetbe kerültek, hogy nem tudták értékesíteni, és nem spekulálni akartak, nem felvásároltak, hanem a sajátjuk van ott.
Én nagyon örülnék, ha azok a gazdák juthatnak valahogy ehhez a forráshoz, nem azok, akik spekulatív céllal behozták, és akkor most meg tudják lovagolni majd ezt a lehetőséget. Még végrehajtási rendeletet nem ismerjük, annyit előre láthatólag látni, már olvasni, hogy 500 hektár alatt kellett regisztrálni ott május 9-ig földterületen, illetve legalább 10 tonnát kellett értékesíteni a bevallási időszak után. Nem tudom, hogy felhívtuk a figyelmet mi is miniszter úrnak, hogy figyeljen oda, hogy ezek a források, ha már lesz is, bár elég csekély forrás, ez nem sok mindent jelentett, egy ilyen 6-8 ezer forintról beszélhetünk itt hektáronként, de legalább ezek a kis források is oda jussanak, akik erre rá vannak utalva. Másik fontos téma az alma. Olvasható volt a sajtóban az, hogy az ipari alma tekintetében most a 24. órában van a vármegye, miért? Hát évek óta jellezzük ezt folyamatosan, hogy a megyébe csökken a termőterület, az illetékesek, és akkor itt a feldolgozókra gondolok főleg, nem hallották meg ezt a vészharangot, hogy ha előbb-utóbb eljön az az időszak, hogy olyan, annyi lesz a termőterület, hogy ők nekik a termelési kapacitásukat nem tudják 100%-ban kihasználni, és most van az az idő, hogy a megyében egy közepestű jobb termés ígérkezik, de már ez a előre láthatólag várható termés mennyisége csak annyi, amennyi nekik a feldolgozási kapacitásuk. És úgy gondoltuk, hogy még nyomatékosabban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a világpiacon megváltozott itt a sűrítmény utáni kereslet. Ez indokolhatná azt, hogy egy hosszú távú szerződést kössünk a termelőkkel, akik elkövetkező időszakban csemetét szeretnének bővíteni, szeretnék az ültetvényt, vagy egy korszerű ültetvényt szeretnének létrehozni, akkor ebbe úgy vágjanak bele, hogy ez 15-20 évig majd megint ott lesz. Ez az elkötelezettség ne csak arra legyen jó, hogy bebiztosítjuk, hogy a feldolgozó üzemnek megint 20 évig lesz alapanyaga, hanem az, aki ebbe eldönti, hogy telepíteni szeretne, a családját el tudja tartani. És az első fordulóban nagyjából, amikor a feldolgozókat is meghívtuk és ismertettük velük, hogy szeretnénk egy ilyen tervet elkészíteni az Agrárminisztérium számára, akkor még ott, amikor nem beszéltünk a pénzről, ott még egyet értettünk, de ahogy haladtunk időben előre, és szóba került az, hogy mennyi az akkor az Agrárgazdasági Kamara, magos az Agrárminisztérium azt képviselik, hogy ez az ár nem lehet az önköltség alatt. Nem lehet azt meghatározni, hogy annyit fogol kapni a egy x forintot költöttél egy hektár, azt annyit bevételed nem fog származni, akkor se akármilyen jól csinálod. És akkor, mikor ezt a feldolgozókkal ismertettük, akkor nagyjából azt mondhatom, hogy elzárkóztak attól, hogy ők elkötelezzék magukat, pedig tettünk le olyan javaslatokat, hogy ezt kössük hozzá a mindenkori sűrítmény árához, amikor az változik, akkor nyilván a termelő azt tudomásul veszi. Beszélgettünk az energiaárakról, ha egy váratlan energia áremelés, mint a tavalyi évben volt, akkor is üljön le a termelő és a feldolgozó is, és vitassák ezt meg, és legyen ármódosítás. Sajnos nem fogékony erre a feldolgozóknak nagy része, és így nem is nagyon vagyok előrelátó abban, hogy ezzel a tulajdonosi körrel meg lehet-e állapodni. Lehet, hogy majd valaki felkapja a fejét, ha sokat beszélgetünk erről, és lecsap erre az ágazatra, hogy ez egy akár egy jó, biztos befektetés lehetne. Mi nagyon örülnénk annak, ha valaki ebbe fantáziát látna, és a megyében a gyümölcstermesztést megváltanánk azzal, hogy komolyan gondoljuk ezt a termeltetést is, feldolgozást is, és egy kiszámítható jövőképet tudnánk adni azoknak, akik gyümölcstermesztésbe szánják. Még lehet, hogy akár a termelők is közösen összefogva létrehozhatnának ilyen feldolgozó üzemeket. Hát, volt erről is szó, nem értünk ennek az útnak se a végére, de megint felvetődik az a gondolat is, hogy a termelők készek áldozni, hogy tulajdonosi jogot szerezzenek egy ilyen összefogásban.
nagy kormányzati szándékkel, előtte vagyunk most mindennek 23-tól 27-ig, azért erőltetnénk, hogy mindenképp az Agrárminisztérium számára egy olyan tervet tudjunk készíteni, amit az Agrárminisztérium úgy ítél meg, hogy ez támogatható ötlet. Elnök úr, meglátjuk, hogy mi lesz. Köszönöm szépen, hogy vendégünk volt ma. Köszönjük szépen a lehetőséget. Más téma, jól teljesít a hazai turizmus a félévi adatok alapján, ez derül ki a Magyar Turisztikai Ügynökség legfrissebb adataiból. A külföldiek már most is 16%-kal több éjszakát töltöttek hazánkban, és 28%-kal többet költöttek, mint tavaly ilyenkor. Emellett a belföldi turizmus is népszerű maradt. Kis Róbert Vihár turisztikai szakértő szerint trendivé vált Magyarországon belül utazni. Jól teljesít a hazai turizmus a félévi adatok alapján, ez derül ki a Magyar Turisztikai Ügynökség legfrissebb adataiból. A külföldiek már most is 16%-kal több éjszakát töltöttek hazánkban, és 28%-kal többet költöttek, mint tavaly ilyenkor. Emellett a belföldi turizmus is népszerű maradt, Kis Róbert Rihárt turisztikai szakértő szerint trendivé vált Magyarországon belül utazni. A Covid idején meglehetősen nehéz volt bárhova is utazni, hiszen volt olyan időszak, amikor még karanténban kellett tölteni bizony hosszú-hosszú időt, és a közelebbi célpontok azok mindenképpen népszerűbbé váltak, hiszen senki nem akart bevállalni nagyobb utat, a határokat pedig nem is tudtuk átjárni. Emiatt aztán trendévé vált a belföldi turizmus, felfedeztük a közeli tájakat, és megcsodáltunk gyönyörűségeket ott a közvetlen lakókörnyezetünkben. Ez az időszak mindenképpen jó volt arra minden szörnyűség és nehézség mellett, hogy rádöbbenjünk, hogy milyen óriási kultúrkincsel, milyen óriási természeti kincsel rendelkezünk. A szakértő szerint a tavalyihoz hasonlóan Budapest és a Balaton mellett a Tokaj-Nyíregyháza régióban is jól alakul a vendégforgalom. Magyarországon a koronavírus járvány előtt hazánk GDP-jének mindegy 13%-át adta a turizmus, és közel 400 ezer ember megélhetését biztosította. Ha Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét nézzük, akkor látjuk azt, hogy Nyíregyháza például ilyen csodákat rejt, milyen gyönyörű templomok vannak Beregben. Ott van ugye Csaroda, Tákos, sorolhatnám tovább. Látjuk azt, hogy Nyírbátor, a sárkányok földje tudja vonzani a közelről, távolról a vendégeket. Tehát mindenképpen felértékelődött a belföldi turizmus. És korábban is voltak népszerű desztinációk, népszerű úticélok, de még inkább láttuk azt, hogy bőven van mit keresni a saját szülőföldünk környékén. Aztán végre utazhattunk, most már mondhatjuk talán azt, hogy túl vagyunk a Covidon, és a külföldi turisták is elkezdtek visszatérni. A belföldi vendégek, a belföldi turisták előtt pedig megnyílt az a lehetőség, hogy fapados járattal külföldre utazzanak, hogy utazási irodák szervezésében nagyobb nyaralásokon vegyenek részt, hogy beüljenek az autóba és elmenjenek Horvátországba. Ezek a hatások az elmúlt időszakban azt eredményezték, hogy a 2019-es rekordévhez viszonyítva azért már elmondhatjuk azt, hogy a mostani év is erős lesz. 2023-ban is jó számokat fogunk produkálni, köszönhetően annak, hogy ez a belföldi trend ezt nem állt meg, nem zuhant vissza, hanem továbbra is trendi maradt a belföldi turizmus. A külföldi vendégek pedig visszatértek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe ugye sokan utaznak Romániából, Románia területéről, sokan utaznak Szlovákiából, vannak népszerű úticélok, már buszjárat is ment ugye Nyíregyházára, és vitte az állatparkban, vagy éppen a Sostó környékére a szlovákiai turistákat, magam is volt ilyen autóbuszjáraton. Tehát azt látjuk, hogy tényleg megmaradt ez a fajta lendület, és hogyha nem lesz újabb nagy gond, legyen az akár az orosz-ukrán konfliktus kiteljesedése, akkor tényleg bevétel szempontjából mindenképpen rekordközeli év lehet 2023, az utasforgalomban pedig a 19-es eredményeket elérhetjük. Nyilván a bevételhez hozzájárul az is, hogy az inflációs hatás miatt magasabbak az árak, de valószínűleg ennél az átlagos inflációnál nagyobb mértékben lehet majd növelni a bevételeket. Volt egy olyan időszak, amikor nyilván be kellett zárni a vendéglátóhelyek jelentős részét, vagy volt, aki nem mondta azt, hogy házhozszállítással fog foglalkozni, akkor nyilván csökkent, sok ember mással kezdett el foglalkozni, aztán megszűnt egy pillanatok alatt a munkaerő hiány tekintettel arra, hogy nem volt itt éppenség az ágazatban munka. Most ismételten a másik oldalon állunk, tehát várjuk azt, hogy olyan minél több szakács, felszolgáló, nincsen olyan égető munkaerőhiány, mint ami jellemezte a 2019-es rekordévet, de jó pár olyan szakma van, ahol azonnal jó pénzért el lehet helyezkedni a vendéglátásban, a szálláshelyeken.
Tehát ilyen értelemben azért azt látjuk, hogy valóban van lehetőség, hogy valaki szeretne és akar dolgozni, akkor el is tudjon helyezkedni. Az biztos, hogy azért az idegenforgalom nem egy könnyű ágazat, hiszen itt a vendégnek mindig igaza van, itt nincs az, hogy majd később bemegyek, és akkor fogom kivinni a kólát, vagy bármit. Tehát ebből a szempontból azért ez egy kemény munka, de azért látjuk azt, hogy manapság már a szakács is igen csak versenyképes fizetést tud kapni mondjuk egy megfelelő helyen. Ha azt mondjuk, hogy menjünk el Horvátországba, és az olcsóbb, mint a Balaton, vagy menjünk el fapados járattal valahova, akkor nem mindegy az, hogy például a Balatonon hol szállunk meg, megszállunk-e, mit csinálunk. Akinek van ideje, annak nem kell, hogy sok pénze legyen. Az utazáshoz vagy idő kell, vagy pénz, mert el lehet utazni adott esetben olyan holt szezoni időszakokban valahova, ahol mondjuk tényleg fillérekből is kapunk repülőjegyet, szállást, vagy bármi más. Tehát nagyon vigyázni kell ezekkel az összehasonlításokkal, mert horvátországi szálláshelyeket sem lehet a balatoni szálláshelyekkel összehasonlítani, mert oda el kell menni, le kell jutni. Lehet, hogy 5 óra, 6 óra, 7 óra odaérünk, de az a 7 óra is azt jelenti, hogy megállunk a benzinkútnál, hogy tankolunk, hogy autópályadíjat fizetünk, sorolhatnám tovább. Tehát igazából ezeket mind egybe számolva lehet összehasonlítani, persze akkor valamilyen formában lehet. Azzal együtt nem azt szeretném mondani, hogy olcsó lett a Balaton, mert ez nem igaz. A Balaton drágább lett, jó néhány szolgáltatást drágában vehetünk igénybe. Itt igazából azt kell megnézni, hogy ár-érték arányos-e ez a drágulás, az infláción túli drágulás adott esetben. Tehát szerintem, hogyha valaki például elmegy mondjuk a Plázs 18-ba, a VIP strandra Tihany mellett, akkor látjuk, hogy milyen szolgáltatásokat kap. Jó magam, kipróbáltam Tihanyban az összes strandot, tehát nem egyiket, másikat, az összeset, mint turisztikai szakemberre rengeteg helyen jártam, és a szabad strandokat is végigjártam a déli parton is, északi parton is, de ott nincs sok, ugye ott van még örvényesen. És azt mondhatom, hogy igen, kifizeti az ember az x 1000 forintot akkor, ha mondjuk kihozzák a koktélokat, élére állított a fű, és nem rozog a lejáró, amikor bemegyek a Balatonba, de olyan szolgáltatásokat kapok, és tiszta a WC, és öröm oda végezni az embernek a dolgát, és nem feltétlenül a hatalmas tóba. Tehát azt gondolom, hogy ezek ilyen olyan dolgok, hogy az árérték arányos szolgáltatás, és szívesebben fizet valaki többet, ha kap érte minőséget. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe sokan utaznak Romániából, Szlovákiából és korábban Ukrajnából is jelentős vendégforgalom érkezett. Kis Robert Richard szerint a térség turisztikai beruházásai beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Annak köszönhető, hogy Nyíregyháza felemelkedése, mondhatjuk ezt nyugodtan, hiszen Nyíregyháza azért emlékszem, hogy 15-20 évvel ezelőtt gyakorlatilag turisztikai szempontból nem volt releváns hely, manapság már Szabolcs-Szatmár-Bereg megye virágzó települése, sőt, országos szinten nagyon komoly eredményeket tudott elérni. Annak köszönhető, hogy van egy olyan állatparkja, ami szerintem a magyarországiak közül a legjobb, hogyha nem azt mondom, hogy persze a budapesti nagy csodálója vagyok a budapestinek, meg nagyobb, meg minden, de én azért ott voltam, és hát nézzük meg az állatokat, hogy mennyire jól érzik magukat, és mindig születik valami kis állat. Tehát én nagyon sokat jártam a nyíregyházi állatkertbe, és láttam, hogy az állatok is jól érzik magukat, nem csak a vendégek, azért ez is fontos, de annyi attrakcióval, annyi ötlettel dobták fel a nyíregyházi állatparkot, hogy ez vonza a vendégeket, hogy ez a közösségi médiában elterjedt. Emellett vannak attrakciók. Hát nézzük meg, hogy nézett ki a Sóstó környéke mondjuk 15 évvel ezelőtt. Nézzük meg a szálláshelyeket. Hát ugye ott most nem akarok neveket mondani, de tudjuk, hogy miről beszélünk, milyen szálláshelyek születtek Nyíregyházán. Nézzük meg az attrakciókat, a Skanzen környékét. Tehát Nyíregyháza felfejlődött, az attrakciók, az élmények olyanok, hogy már erre mennek a turisták, nem azért, mert olcsó. A szép kártya, mint fizetőeszköz továbbra is a belföldi turizmus motorja, tette hozzá Kis Robert Richard, aki úgy látja, a Covid-járvány gazdasági hatására országszerte, így vármegyénkben is egyre több szép kártya elfogadó szálláshely található. A Magyar Turisztikai Ügynökség adatai alapján 2022-ben a kártyabirtokosok 385,2 milliárd forintot költöttek a szép kártyákról. Eddig tartott ma 35 perc, legközelebb jövő hétfőn várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!